Srácok, üdvözletem! Szia, Gergő! Mi a helyzet? Melóba vagytok? Igen. Ja, itt dolgoztatunk. Most itt a ligetben? Beszéljük, igen, hogy mi a... És mit csináltok most itt? Hát most éppen... Leveleket gerebíztek össze? Igen, meg padok körül, csikeket, meg minden limlomok, gurulószemetet szedünk össze. De változó a munkahelyünk, mert szinte minden nap más területen vagyunk. Például, amikor volt a vihar, akkor gajazni kellett, hát hogy nagyon sok kiemelt övezet ez a fővárosnak, ugye sok a turista, még most is, hál' Istennek, ezért mindig megoldjuk, hogy rend és tisztaság legyen. Bizony, tehát, nagy felelősség, ezt hát én is ebbe dolgoztam ám, én ugyanezt csináltam. Közmunkás voltam, nagyon sokat dolgoztam fizikai munkát, amiért akkor jelen pillanatban szintén hálás voltam, hiszen tudtam dolgozni, mert nagyon nagy dolog az, amikor az ember tud dolgozni, rengeteg munkanélküli van. Én a közmunkáért is hálás voltam, de én minden reggel úgy mentem dolgozni, hogy azt mondtam, hogy Istenem, tudom, hogy nekem ez csak egy ideiglenes munkahely, és nem ez lesz az, amiből én el fogom tartani a családomat. Én azt gondolom, hogy a roma felzárkózás európai modellje, melyet kidolgozott a roma polgári tömörülés a fővárosi cigány önkormányzattal közösen, és a megvalósítás felé terelt el. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk az elsődleges piacon a hátrányos helyzetű roma származásoknak és a hátrányos helyzetűeknek új életkezdési lehetőséget biztosítani, azáltal, hogy az elsődleges munkaerőpiacra próbáljuk őket kivezetni. Ebben nagyon sok embernek a munkája, energiája, szellemi tőkéje benne van, és elsősorban azoknak a társadalmi felelősségvállalása, cégek, szervezetek, személyek, akik úgy gondolják, hogy a magyarországi cigányság társadalmi felzárkóztatásának egyik alappillére a munka lehetőségének a megadása, és ezáltal tudunk a társadalomba szerves részévé válni, illetve integrálódni, és ez a polgárosodás első lépése. Az a lényeg, megvan nekünk is. Ez természetes. Tehát én nagyon szeretném ezt, és örülök is annak, hogy közvetíthetem ezt, hogy tényleg mindenkinek megvan az esélye arra, hogy bárhonnan kitörjön. Bárhonnan. És soha nincs késő, az meg a másik dolog. Akárhány éves vagy te is, sosincs késő ahhoz, hogy megváltozzon az életed. Ez csak egy elhatározás, egy szándék, egy döntés kérdése, mind a mellett, hogy ez egy olyan pozitív üzenetet is ad szerintem az embernek, saját magának is, hogy tud valakin segíteni, egy közösségnek is szerintem ez egy jó dolog, hogy közösséget tudunk kovácsolni, építeni, és ha ezáltal még azt meg tudjuk tenni, hogy gyakorlatilag a kollégáknak is a hasznos munkáját tudjuk kamatoztatni ugye a mindennapokban. Ugye mi a közparkoknak a rendben tartásáért vagyunk felelősek, és hát azt gondolom, hogy az, hogy egyre szebb lesz a főváros, és ezt közösen tudjuk elvégezni, ez egy közös öröm és közös siker is. Ez a program együttműködve a Főkert ZRT-vel, a roma polgári tömörülés egy megállapodás kötött, miszerint 10 fő felvenne a Főkert, és előtte egy mentorációs folyamatban részesülnek, ami persze kellett bevonni olyan embereket, akik közismertik, és akik azok az emberek valamilyen módon felnéznék rájuk, és itt jön létre a kapcsolat a Karamellel, ugye közismert személyiség, Olá Gergővel, aki, ha jól tudom, a Főkertnek a arca, ha jól tudom, és ők nagyon patronálják ezt a folyamatot, ezt a projektet, és ugye a mentorációs folyamat egyszerűen arról szól, hogy mielőtt, hogy a munkakereső beáll egy munkahelybe, bekerül, egy nagy ajtón keresztül bekerül, oda az ismeretlenébe, az ők egy csapatként kovasolódnak, felkészülnek a munkaerőpiacra, felkészülnek adott esetben, ha egy konfliktus keretében kell helyen állniuk, akkor ők hogyan viselkedjenek, aztán hogyan kell lojális lenni egy munkahelyre, ugye, akihez majd bekerülnek, ez nagyon fontos, mert amilyen lesz az a lojalitás, olyan lesz a munkálás is, hozzáállás is. Tehát, és ez így megtörtént. Tehát volt előtte egy motivációs képzés, rengeteg beszélgetéssel és szituációs játékokkal, volt egy álláskereső rövid tréningünk, ami ugye a hogyan adom el magamat, és én vagyok a legjobb, tehát ők maguk is, ők a legjobbak minden szakmában, tehát
És tehát önbizalom megerősítés történt, és utána pedig egy csapatépítő tréning zajlott a végén. Azt nem tudja a társadalom, mennyire sok oldalú, sokszínűek vagyunk, és az a baj, hogy egy kalap alá vesznek minket. Legyen egy házunk, akkor egy jó munkahelyünk, ahol nem becsülnek le minket, hanem meglegyünk mi is ugyanúgy, megadják nekünk a tiszteletet. Az a baj, hogy a média a roma rablókat vagy támadókat nagyon kiemeli, és ezért azt hiszik, hogy az összes roma ilyen. Pedig vannak normális, sőt normálisabb emberek, mint sokan gondolják, akik dolgoznak, minden nap megdolgoznak a saját kenyerükért, akik egy gyufaszálat nem lopnának el, de mégis megvan a, hogy is mondjam, a megkülönböztetés, mert hogy romának születtek. Az emberek el vannak fáradva, bele vannak fáradva a hétköznapi harcaikba, a megélhetési problémákba, szóval minden irányból csak a falakba ütköznek, és nyilván emiatt bezárkóznak az emberek érzelmileg is, hiszen ez a könnyebb megoldás. Ma jelenleg ott tartunk, hogy 40-50 jelentősebb hazai, nemzetközi cég van ebben a programban benne. Ha ezek a cégek egy picit aktívabbak lennének, elkötelezettebbek egy nagyon picit, és megszületne az a politikai akarat felül is, ami kimondaná azt, hogy nem csak a közmunkaprogramon keresztül vezet, és a közfoglalkoztatáson keresztül vezet az út a munka a világába, hanem az elsődleges munkaerőpiac, az elsődleges szempont, és azon keresztül, és ehhez lenne egy politikai akarat, akkor egy országos programmal lehetne ezt emelni, sőt tovább megyek, azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi program alap sikere lehetne, hiszen Európában nincs még egy olyan program, amely önfenntartó, nem igényel sem önkormányzati, sem állami forrás, mégis működőképes, és új lehetőséget, egy új élet lehetőséget biztosítja az abban résztvevőknek. Én azt gondolom, hogy az az életrendje, amikor régiből az ember tud újba jutni, és sajnos ez nem mindig alakul így. Van, amikor az ember benn marad a régi életébe, és nem tud onnan kijönni, akárhogy is szeretne. De ez mégis úgy van rendjén, hogy ki kell, hogy jöjjön onnan valamikor. Meg kell találnia azt a helyet, vagy azt az utat, ami kivezeti őt onnan. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy én már mondhatom azt, hogy nekem volt régi életem, és most van új életem, aminek nagyon örülök, és hálás vagyok érte. Ez most egy olyan program, ami számunkra is egy biztosítékot ad, egy előszűrésen keresztül, egy folyamatos nyomonkövetésen át, és gyakorlatilag egy visszacsatolási rendszeren keresztül is, hogy tudjuk követni a kollégáknak az első napjaitól kezdve tulajdonképpen a fejlődését, és utána pedig ugye az a tervünk és célunk ezzel a programmal, hogy akiket tudunk és lehetőség van rá, azokat pedig állandó foglalkoztatásra is tudjuk foglalkoztatni, és ez viszont azt gondolom egy jövőbeli olyan sikernek a reménye, ami egy cél számunkra, és ezt szeretnénk el is érni. Nagyon sok minden kell szerintem ahhoz, hogy az ember azt az életet élhesse, amire vágyik. Elsősorban szerintem kell, hogy vágyjon. Tehát valamire vágynia kell az embernek, mert akinek nincs célja, az nem is tud elérni semmit. Megdolgozok a saját kenyeremért. Nem várom a sült galambot. Nehéz, de megvan. Nagyjából megélünk. Közös lenni akarás, közös jövőkép, közösen higgyünk dolgokban, és nagyon komoly elköteleződés bizonyos ügyek mellett. Ha ezek szinkronban vannak, akkor kezdhetjük azt a munkát, amit úgy hívunk, hogy társadalmi felelősségvállalás mindannyiunkért, és egy közös jövő építése. Ebben a mi társaságunk mindenképpen egy zászlós hajó szerepét tölti be. Én úgy gondolom, ez körülbelül egy vagy két évvel ezelőtt, amikor ez a program meghirdetődött a Makai úr részéről, illetve volt ennek egy nyitó rendezvényem, még a Tarlós István főpolgármester is támogatott személyes jelenlétével is. Mi akkor már hitet tettünk több más közszolgáltató céggel közösen, ezt hozzá kell tennem.
hitettetnünk amellett, hogy ezt a programot támogatni fogjuk. Én úgy tudom, hogy ez elindult más cégeknél is, tehát a fővárosi közszolgáltatott cégek közül én minimum 3-ról vagy 4-ről tudok, ahol elindult ez a program, hogy hol, milyen stádiumban van, ezt most én megmondani nem tudom. Nálunk szerencsére föl tudjuk mutatni annak a eredményét, hogy a program gyakorlatilag az első fázisán már túl van, és most gyakorlatilag azokat a kollégákat, akik helyt tudtak állni, és ők is éreznek magukban ambíciót, és a cég is tudja nekik tovább biztosítani ezt a lehetőséget, velük tovább fogunk foglalkozni, és előbb-utóbb az a szándékunk, ugye megvan a programnak különböző állomásai, vagy amikor elérünk a következő állomásra, akkor pedig állandó munkát fogunk tudni biztosítani, tehát fölveszünk az állományunkba is a kollégákat. Én azt gondolom, hogy ez a közös célunk, és ez lesz majd a sikernek a lehetőség, amikor valakinek fix bejelentett állása lesz, járulékfizetéssel, minden egyéb kötelezettségekkel, és ekkor már úgy gondolom, hogy sikerült azt az utat végigjárnunk, amit elindítottunk. És hát ez egy rögös út, de hogyha közösen többen dolgozunk, és összefogunk, és összetesszük a hátunkat, akkor hiszek a sikerekben. Azt tudom tanácsolni az embereknek, hogy higgyenek valamiben, nem mondom meg, hogy miben, amiben szeretnének, higgyen valamiben, és higgye el, hogy ő arra képes, hogy meg tudja tenni és el tudja érni, és mindenféleképp legyen nagyon magabiztos, ne túlságosan, legyen önbizalma, ha nincs, akkor ezen is dolgozzon, hogy legyen önbizalma, hogy ő igenis képes rá, és mindenképp tegyen és akarjon tenni érte, amit szeretne elérni. Érzem, hogy ennek meg kell, hogy történjen, és hogy nekem is az életem úgy fog alakulni, mint a nem romának. Hogy engem se különböztetnek meg.